Annyian vannak, hogy alig tudom őket leültetni, de így van jobb, hogy értem. Na, hát hála Istennek. A polgármesteri hivatal emeleti kis tárgyalója előtt vártak a fogadóórára érkezők. Csöbör Katalint sokan és sokféle problémával keresték meg. Dr. Tóth Lajos polgármester fontosnak tartja és örül annak, hogy Csöbör Katalin segíti a városvezetés munkáját. Mindig nagy érdeklődésre tartanak igényt az emberek, és jönnek is a fogadóórára. Nagy örömemre szolgál az, hogy képviselőasszony nem csak a kampány időszakában, de az év minden hónapjában jön rendszeresen Felsőrolcára, egyébként fogadóórán kívül is. Részemről, illetőleg a képviselőtestület részéről nagy segítség az, mivel nem egyszerű teher nehezedik sem a személyemre, sem a képviselőtestület vállára, hogy ő részben a személyes jelenlétével és a segítségével megpróbál ezen teherből valamit csökkenteni és átvenni. Térségünk országgyűlési képviselője jó híreket hozott a polgármester és a város lakói számára is. Itt 2013-ban először tartom a fogadóórát, mióta országgyűlési képviselő vagyok, minden év elején igyekszem minden településen megtartani a fogadóórát. Nagyon sokan jelentkeznek. Pozitív hírre egyből szolgálhatok, itt az egyik kérés az volt, hogy Felsőzsolca ivóvíz ellátása még jobban biztosítva legyen, mint eddig, sőt, hogy karsztvíz jöjjön Felsőzsolcára is. Itt a következő útépítési és árvízvédelmi munkálatokkal egyidejűleg meg fog épülni a Felsőzsolcára beérkező úgynevezett betáp, amin ez a karsztvíz majd be tud folyni Felsőzsolcára, és elláthatja a lakosságot karsztívó vízzel. Úgyhogy ezt most ez egy jó hír, nem pont holnap fog megépülni, de az éven el fog készülni, és ez garantálva lesz. Ez egy olyan óriási és szenzációs hír, hogy megnyertük ezt a bizonyos programot is, és megkapjuk a második betáplálót. Körülbelül másfél éve viaskodunk már, különböző levelezések kapcsán, és még mindig csak elutasítást kaptunk. És lassan azt hozták ki, hogy Felsőrolca hivatala a hibása azért, mert nem épült meg még ez a második betápláló vezeték, ami gyakorlatilag, hogyha bármi történne, akkor a lakosság víz nélkül marad. Tehát ez kötelessége lett volna gyakorlatilag a vízügynek megoldani, a vízszolgáltatónak. Milyen témákról esik itt szó a fogadóórán? Hát sok minden érdekli a lakosságot, vannak problémáik is. Most például a földkiméréssel, a földdel kapcsolatosan érdeklődtek a választópolgárok. Van, aki munkahelyet szeretne, van, aki az aktuális politikát bírálja, vagy éppen dicséri. Tehát vannak kellemesebb kérdések, kérések is, vannak nehezebbek is, de hát ezért vagyunk, és igyekszem segíteni, ahol tudok, és ami rajta múlik, azt nyilván megteszem, de van, ami nem rajta múlik.